Kedves vendégeink, kedves összegyűlt időskorú tihanyiak, szépkorúak, elnézést. Köszönöm, Laci, hogy ismételten helyre tetted a butaságaimat. Tihanyközség önkormányzata, a Bencés Abátság és a Református Egyházközség nevében is, és természetesen az itt dolgozók nevében is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Az idei a 2016-os idősek napja alkalmából megrendezett ebédünkön. Én úgy gondolom, hogy nem mondok vele túl nagy szavakat, hogyha azt mondom, hogy mindenki nevében elmondhatom, hogy nagyon nagy örömmel tölt el minket az, hogy minden évben ilyen sokan eljönnek. És mi nagyon nagy szeretettel készültünk az idén is, és remélem, hogy ezt a szeretetet érezni fogják. És hát a hagyományokat tartjuk, mindig a legkisebbek szokták a köszöntést kezdeni. Most következzenek, fogadják nagy-nagy szeretettel a Tihanyi Visszhangovoda csöpségeit, akik tényleg nagyon készültek arra, hogy szeretettel köszönthessék a tihanyi szépkorúakat, ugye Cégai Laci. Az én nagyim ezermester, mindenhez ért, amihez kell. Van ideje és türelme, aranyból van az ő szíve, teljesíti kívánságom, kedvenc ételem a tálom. Festréseket varrogatja, szétszólt hormim rendbe rakja. A hajamból fonat készül, a végére masni kerül. Ügyesen jár, fürge ujja, közben mosolyra is futja. Járva kedve megsimogat, és jó tanácsokat osztogat. De esténként az a legszebb, ha mond sok víg történetet, olyan csodás ezt hallgatni, alig győzi mondogatni. Addig mesél még az álom, szárnyat bont a gyermekágyon. Azt, hogy beteg, sosem mondja, mindig csak arra van gondja, hogy ő mellette mindenkinek legyen derűs az élete. Hálával köszöntünk minden idős embert, éljenek közöttünk csendes békességben. Adjon nekik az Úr szép öreg kort, hozzá jó egészséget, mert az csak így jó. Mondják el, hogy mi sokat dolgoztak, drága gyermekükért mennyit fáradoztak, de mondani sem kell, mert dolgos két kezük elárulja, hogy nem éltek tétlenül. Legyenek boldogok, és élvezzék az életet, a Jóisten adjon nekik számtalan sok évet, szemben a könnycsepp örömöt jelentsen, minden jó kívánság beteljesen, de boldog is lenne minden idős ember. Szívemből kívánom, hogy az így legyen. Szomorú arcokat ne lásson két szemem. Adjon az Úristen, ami nagyanyánknak sok számos unokát, mindjárt meleg jó ruhát. Azokat szeresse, lagziba kísérje, hajre görejtem egész esztendőbe. Éljen hát nagyapánk mindig jó reményben, életének napját töltse egészségben. Nagyon szépen köszönjük. Megérdemelnek még egy nagy tapsot az óvodások, hiszen szerintem nagyon okosak, nagyon ügyesek voltak. És most a köszöntő... És most a köszöntők következnek. Tihanyközség önkormányzata nevében megkérném Aradi István alpolgármester urat, hogy köszöntse a jelenlevőket.
Kedves ünnepeltek, tisztelt vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm kedves kortársaimat az idősek napja alkalmából. Engem ért a megtiszteltetés, hogy Tihanyi község képviseletében, önkormányzatunk rendezvényén köszöntsem Önöket. Szokták mondani, hogy a világnapok kijelölése mindig egyfajta lelkiismeret furdalása a társadalomnak. Azért jelölnek ki egy-egy napot, mert úgy érzik, abban a témában tartozásuk van valakik felé, valamint nem úgy tettek meg, ahogy kellett volna. Remélem, hogy ez a mi esetünkben nem így van. Remélem, hogy ezt az ünnepet az igazi tisztelet, a valódi megbecsülés, a szívből jövő szeretet hívta életre, hiszen mi mindnyájan, akik ma összegyűltünk, megharcoltuk a magunk harcait életünk során, és valóban megérdemeljük, hogy egy napig erre mások is emlékezzenek. Egy ókori bölcsesség szerint olyan fiatal vagy, mint az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmeid. Való igaz, az évek múltával egyre több félelem lesz urrá az emberen, de ez nem csak az idő múlásától való félelem. Mindenkiben ott van a kérdés. Vajon jól éltem az életem? Jól sáfárkodtam a rám bizott napokkal? Milyen nyomot hagyok magam után? De ha körbenézünk a körülöttünk élőkön, gyermekeinken, unokáinkon, családtagjainkon, talán bizonyossá válhat, igenis, minden percben volt értelme, célja. Furcsa szerzett az ember. 20 éves korunkban a 40 éves már öregnek gondoltuk, aztán ahogy telnek az évek, úgy tolódik ki ez az időpont 70-re, 80-ra, sőt tovább. De azt, hogy az ember szívében mindig fiatal marad, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évről évre ilyen sokan összegyűlünk ezen a napon. Elfeledjük a nyűgöt, a bajt, hogy itt fáj és ott szúr, szívesen jövünk, hogy együtt legyünk. Köszönjük mindenkinek, aki dolgozott ezen a mai napon, hogy ezt számunkra lehetővé tette. Márai Sándor Ajándék című versével fejezem be köszöntőmet. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet? Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyózöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg. Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidám békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen a polgármester úr köszöntő szavait, és most szintén a hagyományokhoz híven az egyház képviseletében, a Bencés apátság képviseletében megkérem Domonkos atyát, hogy ő is szóljon néhány szót. Köszönöm szépen. Csatlakozva az előttem szólóhoz is, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kortársaimat, a Szépkorúak klubjának a tagjait. Azt szokták mondani, hogy az kor nem érdem, viszont az idő az ajándék, és akárhány évtizedet kap ajándékként az ember, minden évtized feladat. Legyen az 55 évtized, legyen 6 évtized, 7 évtized, 9 évtized, vagy akár 10 évtized, az utolsó évtized is mindig feladatot jelent számunkra. Az élet önmagában feladat. És azért, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani, hogy a halálunk méltó legyen ember voltunkhoz, azért szükségünk van ehhez erőre, bátorságra, reményre, hitre, bizalomra. És ezért, hogy ez sikerrel
befejezhető legyen a számunkra, és megoldható legyen a számunkra, megosztanék egy imádságot mindannyiukkal. Uram, vigyázz rám, hogy öregkoromban is szerethető legyek. Fékezd meg túlbuzgóságomat, amellyel azt képzelem, hogy nekem minden témához mindig mondanom kell valamit. Szabadíts meg attól a jószándékú segíteni akarástól, amellyel mindig én akarom elrendezni mások rendezetlen ügyeit. Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én segíteni akarásomat. Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó. Legyek mindig kész a szolgálatra, de a mellőzést is el tudjam fogadni. Sok bölcsességet halmoztam fel életemben, és nagyon sajnálom, hogy ezt talán nem tudom másoknak továbbadni. Beletörődöm ebbe, Uram. De ugye megérted kérésemet, hogy legalább néhány barátom maradjon mellettem ezekben az utolsó években. Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni betegségeimről és nehézségeimről. Ezek évről évre növekednek, és velük együtt nő bennem a hajlandóság arra, hogy mindig ezekről beszéljek. Nem merem azt a nagy kegyelmi ajándékot kérni tőled, hogy őszinte együttérzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségekről szóló folyamatos panaszkodását. De legalább adj erőt, hogy türelmesen végighallgassam őket. Azt sem merem kérni, hogy halványodó, emlékező képességemet erősítsd meg olyanná, amilyen régebben volt. Inkább azt kérem, hogy adj nekem több szerénységet és kevesebb magabiztosságot, amikor előfordul, hogy ugyanarra az esetre mások másként emlékeznek, mint én. Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek. Taníts meg arra, hogy előítélektől és irigységtől mentesen fel tudjam fedezni az utánam következő nemzedékek igazát, és ajándékozz nekem azt a derűs szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani a fiatalokról. Töltsd be úgy a te szereteteddel, hogy vénségemben is szívesen szóba álljanak velem az emberek. Tudom, hogy nem vagyok szent, de azt is tudom, hogy az öreg ember örökös zsörtölődése az ördög munkájának a csúcs teljesítménye. Engedd, hogy az Ak Símeonnal együtt mondhassam, látták szemeim a tőled küldött üdvözítőt. És amikor bölcs szereteted úgy látja, elérkezett az én időm, akkor át is ölelhesselek téged. Amen. Nagyon szépen köszönjük Domonkos atyának a köszöntőt. Császár Attila lelkész úr elnézést kér, de sajnos most nem tud itt lenni, egy lelkész kollégáját kell helyettesíteni betegség miatt, úgyhogy az ő köszöntője most elmarad, de minden jót kíván ő is a jelenlevőknek. És most egy kis technikai szünet után fogadják nagy szeretettel a Németh László Művelődési Ház amatőr művészeti csoportjának tagjait. Táncolni fog Csizmazi a csönge és Csizmazi a kenéz, Tekerül Anton kísérleg, ez a Márton, fogadják őket majd nagy szeretettel. Yeah.
Tégedet, hogy így gondolkodsz az öregek. Ez csak természetes. Meg mindenről. Mindenről próbál az ember. Meg se tudom mondani, mikor voltam a faluban. Igen. Most, hogy a temetésen voltunk, hoztak el. Igen. De én le a kalappal előtt egyszerűen. Amilyen gyönyörű az a pizza. Minden. Ott a nagy házzal mondom, mi az a nagy ház? Azt mondják, hát valami kilakott, vagy nem tudom én, milyen ház van ott. Igen, a kogárca tetszik hát gondolni, azt mondja, hogy a gyógyszertár volt. Szépen. Igen. És nem tetszett látni? Szép minden, nagyon szép minden, hallod le, kalappal, szép a fal. Örülök, hogy így gondolják. Egészséged és szerencséd az életbe. Köszönöm szépen. Család. Köszönöm szépen. A hiszemben szeretett tartson a szépet nekik. Nagyon aranyos. Köszönöm szépen. Hagyos hiszem, te várok. Légy jó, mint ha. Igen. Nézd, ezek a gyerekek nem dílek. Nyomod a Mariska nénéhez a virágot, jó? Mert hoztam. A vázát. Egy ajándék azt csomagot. Azt, ide tedünk. Igen. Nagyon szépen köszönöm. A kapitán hagylása, hogy mit kapott. Igen. Bácsi, engedje meg, hogy ezt az ajándék csomagot sok szeretettel átadjam önnek. Az önkormányzat nevében, mind a legidősebb tihanyi férfinak, és vigyázzon magára, jó egészséget kívánok önnek, és nagyon bízom benne, hogy akkor jövőre megint tudunk találkozni. Köszönöm szépen. Így jó, rója, köröket látom minden nap, megy a mai napig.
Yeah.